Yeah, how's up on who? Jó késálló ragasztószalaggal. Egy légzsák, egy lyukas légzsák, az biztos sokat védett. Egy kamera. Egy alza kuponfüzet. Nyilván annyival drágább termékekre, amennyiben az kupon olcsóbb. Meg még egy sor légzsák. Ez akkor a kamera. Sencor 3 cam. Itt látható a speckó, 4K felvétel, gyorsított felvétel, Superview, 16 megapixeles fotó, lassított felvétel, sportmód, mozgásérzékelés, 64 GB kártyához, 2 akku, mikrofon, az úgyse fog felvenni semmit a tokba. Szerencse, hogy ritkán úszom. Sony szenzor. Umbrella processzor. Jó, hogy nem umbrella. Hát meglátjuk, hogy mit tud ennyi pénzért. A 01-eset nem lesz nehéz túlszárnyalnia. Ez még így se jön szét. Kurszerű módszerrel szépen körbe van tixózva, mintha egy újra csomagolt termék lenne. Hát az előző kamerám nem összetixózva jött. Jó kis háztartási tixó. Megfogja az ember, és már szakad is. Hát erre azért majd rákérdezünk a Sencornál, hogy ez milyen csomagolás. Rögzítés az maradt a dobozon, ez a ragasztós. Ez lenne maga a kamera, benne a tokban. A fólia is, mintha úgy lenne rá visszaragasztva. Hát így nyílik a teteje. Maga a készülék egyébként működik. Erről visszarakták a fóliát. Jó nagy halszem optikával dolgozik. Hát a felvételt majd meglátjuk. A hangja sokkal finomabb, mint az előzőnek volt. És megpróbálom kinyitni a dobozt. Nézzük a tartozékeket. Tévirányító megvan.
keret megvan, rögzítő csap megvan, nem is 15 fokos dőlésszöggel, mint az előző. Csiptető, akasztó megvan. Csuklók megvannak. Ragasztós rögzítő. Sisak, alig ha nem. Rögzítőpántok, pótragasztók, kerékpáros rögzítő, páncsomag, törlőkendő, töltő, és még a tartalékakkumulátor is. Nézd ki, mégiscsak megvan ez a fólia, csak olyan patentúr rárakták, mint még sehol. Minőség érzetre egyébként nagyon jó. Tapadós, finom a fogása, nem csúszik, mint a szappan a Galaxy S8. Memóriakártyát valahogy beletehetjük. Keresztbe mutat rajta egy kis jel, apró jel valamit, de úgy keresztbe biztos, hogy nem lehet a kártyát betenni. Megpróbálom így. Ez nem jó. Fordítva. Így már szépen bekattant. Nézzük a működést. Egy pillanat alatt indul. Nem kell fél percet várni rá, mint a 01-esnél. Gyorsan váltogat. Hát ezt még ki kell ismerni. Sokkal pofásabb egyébként a menürendszere is. Hát a Bluetooth párosítás az nem igazán sikerül neki. Megpróbáljuk még egyszer. Számítógép egyszerűen nem látja. Bluetooth párosítási hiba. Úgyhogy kis Bluetooth-unk már nem lesz. Hát, a telefonnal sem sikerült párosodnia. Jaj, neki. Biztonsági kulcs kell. Tehát be van kapcsolva a wifi. Nincs internet, hát nem is internetet akarok, csak egy telefonkapcsolatot. És a Windows nem találja a kamerát. Hát ez a régi kamerával pikpak működött. A kamera nem kapcsolódik Wi-Fi-n a telefonhoz sem, ahogy Bluetooth-on sem kapcsolódik semmihez. Úgyhogy ez vagy gyárilag szar, vagy egy hibást fogtam ki. A tévirányító az működik, egyedül ezzel kapcsolódik össze Bluetooth-szal. Tudunk váltani kép- és videóüzemmód között. Tudunk felvenni. Tehát elég akkor innen indítani, hogyha országoton éppen valaki halljuk, hogy közeledik. Ki tudja, mi fog történni. Nem kell a telefonon matadni, nem kell a kamerát a sisakról leszedegetni, úgyhogy ez egy teljesen jó kis funkció hozzá. Fényképet is tökéletesen megcsinálja. És hát ki is kapcsoljuk ilyenkor. És nem kapcsolt ki. Ha hosszan nyomva tartjuk, akkor kikapcsol. Tehát ez is működik.
Ha már kikapcsoltuk, akkor megnézem, hogy vajon bekapcsol-e Bluetooth-ra a kikapcsolt jelet küld, az látszik. De hát ez annyira ki van kapcsolva, hogy eszeágába sincs bekapcsolni. Hát csak az a nagy kérdés, hogy hol a francba van a PC kamera üzemmód, amit a leírás is említ. Itt viszont csak egy külső teljesítmény, egy X-Power, amúgy angolul. De hogy ez nem kameramód, az egészen biztos, mert egy negyedik módot ír a kézikönyv, aminek itt nyoma sincs.